Nagyon egyoldalú találkozót vívott egymással a pirosmezes Egerese és a Heréd. Antal beadása után Lakatos már a második percben megszerezte a vezetést az egrieknek. Szinte át sem lépte a felező vonalat a vendégcsapat, végig a Heréd tér felén folyt a játék. A szélről jövő ívelésekre, beadásokra nem volt ellenszer. A 18. percben Farkas Krisztián lábbal, a 40. percben Busai csukafejesből, míg a félidő vége előtt egy perccel Farkas elfutása után Vajda volt eredményes. A 4-0-ás félidő után sem állt le az Eger. A gólkirályi címre esélyes Fekete kétszer volt eredményes. A csereként beállt Balogh Richárd is belőtte első egri bajnoki gólját, és Vajda Ákos is duplázott. Az utolsó, 9. egri találat jó helyzetfelismerésből született. Titkó a középkörből ívelt kapura, mert látta, hogy Őri kint áll a 16-osnál. 9-0-ra nyert az Egerese. Azt beszéltük itt a srácokkal a bajnokság előtt viccesen, hogy ugye igazoltunk 3 játékost, de papíron, de amúgy 4-5-5, mert ugye Benke, Titkó, Vajda gyengébb teljesítmény nyújtott ősszel, mint amire képes. Hál' Istennek, hogy most ebbe a szezonba eddig ezen az 5 mérkőzésen ki tudták hozni magukból. Vajda Ákos a legutóbbi 3 mérkőzésen 4 gólt lőtt. Régóta vártam már erre, hogy így menjen a játék, és úgy gondolom, hogy most már az elmúlt 2-3 meccsen már úgy teljesítek, ahogy ezt elvárják tőlem. Az üldöző felsőtárkány hazai pályán kapott ki a 60-tól 1-0-ra, így jelenleg 6 pont előnnyel vezeti a bajnokság tabelláját Víg Ferenc együttese a tárkányiak előtt. Szombaton Gyöngyösön az Energia vendégei lesznek az egriek.